A héten szintet lépett a fideszes politikusok látogatási rátája, megtelt egész Erdély mélyen szántó üzeneteket hordozó magyar kormányférfiakkal, akik mögé az RMDSZ-es politikusaink szívélyesen bebújtak, vagy csak úgy tettek, mintha. Hát a fene tudja. Kiverte a biztosítékot az Aur Szatmár megyében, amikor lesovinisztázta az RMDS-t, és a magyar etnikumú románokat felszólította, hogy csatlakozzanak az Aurhoz. De ma arról is lesz szó, hogy milyen munkát végeztek az európai parlamenti képviselőink az elmúlt öt évben. Jutott díjkiosztó erre a hétre is, de most legalább tényleg volt hozzá rendes pénz, és nem csak a fénymásolt emléklap. Kolozsváron is zajlik az élet, Ola Emese egyik lakossági fórumot tartja a másik után, de elkezdték azt is rebesgetni, hogy az ötcsillagos város sztár polgárjánőjének talán igazi kihívója akad, mindeközben pedig a pataréti romák a román opera színpadán léptek fel tiszta izgalom. Sziasztok, ez itt a a B, az UH.rózaj csökkentő műsora. Én továbbra is kis Anna vagyok, és mára is hoztam a hét legfontosabb történéseit, innen rt -ből. Vágjunk hát bele! I'd like to begin with a fact. Múlt hét végén Kelemen Hunor megmondó körutat szervezett magának, csak a koncepció botlott meg egy kicsit a végére. A Nincs Mese sorozat keretén belül a Nagybányai RMDS és a Máramaros megyei szervezet elnökével Pintér Zsoltal mondták meg a tutit, aztán Szász Régenben Mark Endre polgármesterrel, végül pedig Csíkszeredába vitték az eseményt, ahol nem, nem Korodival és még csak nem is borbolyal, hanem egyenesen a Fidesz EP lista vezetőjével, Dajcs Tamásról beszélgetés, a félig üres, félig tele, kinek ahogy tetszik, csiki mozi közönségének. Műsoron a szokásos panelek voltak, brüsszelezés, háború, elégedetlenség, vezetőváltás és a változás kulcsszavak köré csoportosulva. A magas röptű konzekvenciák levonásából sem volt hiány, úgyhogy a két líder megegyezett, hogy a békepártiság nem jelent sem ukránpártiságot, sem orosz pártiságot, ez az életnek az akarását jelenti. Szó so Az eseményen, ahol minden arról szólt, hogy miért szar az EU, mégis ott akarnak lenni egyesek, a tudósítások alapján egy értelmes kérdés hangzott el, mégpedig az, hogy nem -e gondolják a felszólaló politikusok, hogy a jelenlegi magyar felsőoktatási törvény, amely kötelezi a diákokat a Magyarországon való maradásra a tanulmányaik elvégzése után, valójában nem egy agyelszívó hatással bír úgy véletlenül az erdélyi fiatalokra nézve, akik tanulnának ugyan Magyarországon, de annak végeztével haza is jönnének. Dajcs Tamás és Kelemen Hunor is nehezen, ám bár belátták, hogy ez valóban így van, az RMDS elnöke hozzátette azt is, hogy ez a kötöttség valószínűleg, hogy feloldható és feloldandó. Nos, ha már ilyen rendszerességgel ápolják a nagyon szívélyes kapcsolatot RMDS-es és fideszes politikusok egymással, izgatottan várjuk, hogy mikor oldanak meg egy valóban fontos, lényeges az erdélyi magyar fiatalok százaira érvényes és az életükre hatással bíró kérdést Na de mondtam, hogy a koncepció nem egyértelmű ezeken a megmondó esteken, de miközben készültem erre a tilosra, rájöttem, hogy csak távlatokban kell gondolkodni. Mert hogy elsőre úgy tűnt, hogy az itthoni emberek a fontosak, és az volt a cél, hogy Nagybánya és régen is előtérbe kerüljön a kampányban, és véletlenül rátelepedett a Fidesz-EP vezetője az eseményekre. De hát milyen naív vagyok én? Készülök erre a műsorra, és akkor látom, hogy hát május 27-én maga Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere érkezik majd Marosvásárhelyre, ugyanennek a programsorozatnak a keretein belül. De várjatok, még nem fejeztem be. Ezen a héten nem csak egy, hanem mindjárt három fideszes politikus tette tiszteletét nálunk. A székelyföldi nagymedeséren Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár vágta át a szalagot a Studium Prospero Alapítvány orvosi szolgálati lakásainak és közösségi építőműhelyének az átadóján, míg Lázár János, Magyarország építési és közlekedési minisztere, szatmárnémetibe vitte el Orbán Viktor jó kívánságait. Kereskényi Gábor polgármesterrel és Pataki Csaba megyei tanácselnökkel lakossági fórumon vettek részt, ahol a miniszter elmondta, Bizony Budapestről is jól látszik, hogy milyen fejlesztések zajlanak a városban és a megyében, ami magyarnak és románnak egyaránt kedvez, így mindenki milyen jól járt, tessék megint megszavazni ezeket a dalia politikusokat. Itt is hangsúlyozták a fiatalok itthon maradását, Románia Schengeni csatlakozását, amit most meg Magyarország jól meg fog oldani a soros elnöksége alatt, na meg egy kicsit brüsszeleztek még. Bizony szép esemény lehetett, de gondolom a polgármester úr nem kérdezte meg az építésügyi minisztert, hogy mit szándékoznak tenni a szatmári Pannónia vagy Dacia szállókinek, kinek ahogy tetszik, helyzetével, ami ugye évek óta a magyar kormány közeli Manevi tulajdonában van, és ott rohadt szét a belvárosban, mert nem nyúlnak hozzá, és hát nézett már ki úgy, hogy rámegy az ügyre kereskényi mondátuma. Na de gondolom az ilyen fenkölt alkalmakat nem rontják el ilyen piti részletkérdésekkel. Szakmár megye viszont más miatt is vízhangzott a héten, mert hogy George Simeon erdődön hagyta elgurulni a nyugtatóját, azon a településen, ahol Petőfi Sándor és Szendrei Júlia örökhűséget fogadtak egymásnak, emeli ki a masszol.ro újságírója, mert az, hogy förtelmes, soviniszta lénynek nevezték az RMD, ezt nem lett volna elég. Kellett ide egy kis össznemzeti pátosz, hogy mindenki a sajátjának érezze a sérelmeket. Az tény, hogy Szatmár megyében látszik a leginkább kiéleződni az Aur-RMDS ellenes retorikája, amire a Szövetség Szatmár megyei ügyvezető elnöke, Nagy Szabolcs nyilatkozatban reagált, mondván, ilyen harcias és gyűlöletkeltő magyar ellenes beszédnek nincs helye Szatmár megyében, egy multikulturális megyében, ahol a románok, magyarok, svábok, romák, szlovákok és más nemzeti kisebbségek képviselői békésen élnek egymás mellett és tisztelik egymást. Mindeközben az öt csillagos, legdrágább, egyre élhetetlenebb város polgármestere Emil Bok a legújabb közvélemény kutatások szerint már nem nyerné meg akkora fölénnyel a választásokat, mint legutóbb. Mert hogy a függetlenként induló Szabin más parlamenti képviselő legalább két hónapja nagyon intenzíven kampányol a közösségi médiában a polgármesteri székért, ráadásul egyre ügyesebben fogalmazza meg és mutatja be azokat a láthatatlan problémákat, amikkel Kolozsvár küzd. És sebb ez a kampány is. Tenni valamit Kolozsvár láthatatlan embereiért, akiket Bok lekakál, mert nem befektetők vagy IT-sok. A felmérés szerint a regnáló polgármester a szavazatok 47%-át kapná, míg más a 31%-ot zsebelné be. A pártok támogatottságát tekintve ne lepődjünk meg, a pénéle áll a legjobban 37%-kal, utána az Egyesült Jobboldal 20%-kal, a PCD 14-jel, az NMDS 12-vel, az AUR 6-tal és a Réper 4%-kal. A Panoráma portál mérte fel, hogy az elmúlt öt évben hogyan teljesítettek a romániai EP képviselők, beleértve természetesen Winkler Gyulát és Vince Lórántot is. A vizsgálat az Európai Parlament nyilvántartása szerint és a képviselők személyes beszámolója mentén állt össze, amit nem mindenki volt hajlandó beküldeni a szerkesztőség kérésére. Az elmúlt öt évben Vince Lórántnak hét, míg Winklernek kettő darab előadói jelentése volt, ez az egyik legfontosabb mutatója egy képviselő tevékenységének. Aztán véleményező előadói fellépése Vincének 6, míg Winklernek szintén kettő darab volt. Árnyék előadói jelentést Vince hetet, Winkler négyet írt. Árnyék jelentést tevői véleményből Winkler Gyula 8-at fogalmazott meg, míg Vince 162-t. A plenáris vitákhoz is érdemes hozzászólni, már ha az ember Brüsszelben akar élni, Winkler 5 év alatt ezt mindössze 25-ször tette meg, így a romániai 33 képviselő közül a 26. helyen végzett, Vince a 76 hozzászólásával a 16. helyet kapta meg. A szóbeli kérdések feltevésének versenyében Vincének 4, Winklernek 3 jött össze. Ezek tehát a számszerűsíthető mutatói egy LP képviselő munkásságának, és hogyha részletesen érdekel, hogy melyik kategória pontosan milyen döntés döntésformálásra vagy a meghozatal fázisára vonatkozik, akkor olvasátok el a Transtelex cikkét, amiben ez részletezve van. Na de a munkának van tartalmi része is, ugyebár amit nem lehet számszerűsíteni, ezért kérte a panoráma, hogy a képviselők küldjék el a saját maguk által készített tevékenységi beszámolót. És hát ennek a felkérésnek csak Winkler tette leget az rmdsz képviselők közül, aki arra a legbüszkébb, hogy a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság alelnökeként dolgozott a Fit for 55 csomagon, amely az üvegházhatású gázok kibocsátásának 55%-os csökkentését célozta meg. És természetesen beleírta a jelentésbe, hogy a méltányos és igazságos átmenet szükségességét látja. Persze ezek után, a számok után jogosan merülhet fel bárkiben az, hogy nem elég, hogy csak ketten vannak, de az idejük nagy részét valami mással is töltik vajon? Vagy ha Winkler ennyire aktív, miért van még mindig ő az RMDS listájának az élén? Az is érthető, hogy jó helyről szeretne nyugdíjba menni, de ha az RMDS-nek olyan fontos az ifjúság, mint ahogy mondják, és. Mint amilyen vehemenciával indították meg Szilágyi Dóra kampányát, akkor miért nincs ő az első helyen? Milyen hangokat akarnak hallattatni, ha nincsenek ott, nem szólalnak fel, nem véleményeznek eleget? Na de persze ezek mind olyan kérdések, amikre valószínűleg sosem kapunk majd választ. Méhes György irodalmi díjat osztottak a héten Kolozsváron. A díjakat Nagy Elek, Méhes György fia, az alapítvány egyik létrehozója adta át a Bulgakovban. Debüt díjat Nagy Zalán költő kapott, erdélyi irodalmi díjat, Szakolcai Lajos, Széchenyi díjas magyar irodalomtörténész, irodalom és művészetkritikus szerkesztő kapott, életmű díjat pedig Oravec Imre, Kossuth díjas író. És itt nem csak szép diplomákat osztogattak, a debüt díjjal 1000 euró, az irodalmi díjjal 3000 euró, még az életmű díjjal 5000 euró is járt. Waste Side Story címmel rendezték meg a Kolozsvári Román Operában azt az előadást, amely a Pataréten, tehát Kolozsvár szemét dombján élőkkel közösen készült. A kortárs opera a Koasztai utcai lakók kilakoltatásának és Patarétre költöztetésének a történetét mutatja be. Alex Fekete, roma aktivista szerint az előadás az elnyomásról, a társadalmi egyenlőtlenségekről, rasszizmusról, a tisztességes élethez való jogunkért folytatott harcról szól. Az előadást a tervek szerint az opera a programjára tűzik, és a patarétre is kiviszik majd, hogy a helyi közösség is megnézhesse azt. Ez volt a tilosabb bémára. Ha mennétek a csíksomjói búcsúra vigyázni a medvével, és az ünnepet leuralni igyekvő politikusokkal. Én kis Anna voltam, találkozunk egy hét múlva is. Sziasztok!